ő készített 77 tekenőnyi hauska, és ez, ahogy az előadó szépen érzékletesen bemutatja, főhősünk egy szippantásra magába öntötte. Nem vacakolt. A földvilág boszorkánya egy 70 hektoliteres boros hordónak beütte a dongája. Ittak. És akkor mondja a keresztányi a főhősnek a boszorkány, hogy amennyi vagon hauskát megettel, annyi ország erejé szállott belé. 70 ország erejé van benned, édeskedves fiú. Ezt azért mondom, hogy láttassam egy kicsit a párhuzamot Szent László, illetve a pogány hősepika hőse között. Az innenső félvilági vitéz két legfőbb segítője, a lova és a kardja. Mit ír Bonfini Szent László lováról? Hallgassuk meg! Sokan teszik hozzá, hogy László paripája nem annyira erejével és gyorsaságával tűnt ki, mint inkább természetével, amennyiben gazdája parancsait és kívánságait csodamód teljesítette, harapással, rúgással maga is támadta az ellenfelet. Urat sohasem hagyta cserben, és a legsúlyosabb veszedelemben is csodás tehetségről tett tanúságot. Ezt mondják a Szent László lováról. A gömöri hősepika főhősének a lova egy 102 lábú vasderes csikó. Azt mondja egy helyen magáról. Idézem. Ma 300 ezer esztendős vagyok a világon, a legöregebb ló vagyok, mondja a főhősnek. A világfaja történetében egy vakondok segítségével talál rá a főhős a lovára, hogy hol kell keresnie. Idézem. Ha a kardodat ki nem húzod, mondja a vakondat természetesen. Ki nem húzod, bele nem vágod a ganai közepébe, a lófejet soha se tanáljátok meg. Ha belevágod, szétnyílik a ganai, egy aranygarádics vezet le a 99. pincébe. A 101. pince ajtajába a lófej ott van, tiszta aranyba, tiszta gyémánba fekszik a lófej. És miután a főhős eleget tesz a kérésnek, látja, hogy a lófej ott van valóban, és idézem, nap és hold 12-ed magával úgy sugallott rá a lófejre. És mondja neki a lófej. Hallott, hallott, szegény János. 7 esztendeig, 7 szempillantásig, míg ennek a napnak a sugarával nem élek, te itt engem hiába zavarsz. Mert mikor a napnak a sugarával ma jól lakok, akkor azt ma beszélgethetünk. Idézet vége. Letelik a jelzett idő, a ló belerúg a főhős derekába, és közli vele. Hallott, hallott, szegény János, kedves gazdam, ébredj! Most lássa, egy egész tátos ló, egy 102 lábú, olyan, hogy bő Magyarországon párja nem volt. Ez egy ilyen állandó szófordulat a történetekben. És akkor így szól a főhőshöz a ló. Én akkor lopom le a napot és a holdat az égről, amikor akarom. De a ló nem csak repülni tud. A főhős szorult helyzetében, ami bizony gyakorta előfordul a történetekben, gyakran a lóhoz fordul tanácsért. A lóra is pirít. Idézem. Igaz, hogy fiatal vagy, nem tudod úgy az eszedet használni, a félvilágról tudsz csak, de gondolkozz egy cseppet, mondja a ló a főhősnek. Van aztán olyan helyzet is egy történetben, amikor miután rátalál a főhős a lovára, vagy annak a fejére, akkor a következő feltételt támasztja neki a ló. Idézem. No de ide hallgass, szőlőszült kalmany. Pontos 12 óra van. Ha te én nekem megfogod a 102 lábamat, azt ha ki nem vágol a napnak a hátára, akkor én te veled egy útra se indulok el. Hát azért ez már úgy jelez valamit, hogy itt bizony kozmikus terekben gondolkozunk, itt nem egyik utcából a másikba indulunk. És ez a világi tartós, ahogy fogalmaz az előadó, a fekete felhő járásába a csillagokat és a holdat nyomdosta maga előtt. És amikor az égnek a henyéről leereszkedik a ló, akkor idézem a fő gyomrára, vagy 77 hegy mindjárt laposnak lett. Hát szóval ez azért nem akármilyen tartós ló. És miért 102 lábú? Azért, mert a 102 láb épp úgy a ló rendkívüliségnek a kifejezése, ahogy a három láb a szamárnak, az egérnek, vagy a kecskének. Tehát a normálistól eltérő, rendkívüli, nem közönséges.
A ló megszemélyesítésére képes krónika fogalmazásából már következtetni lehet. Erre már sokan felhívták a figyelmet, ugye a legenda kapcsán. A vonatkozó super equum illum quem zug nominabat, ugye a latin szövegrészt, úgy is fordítható magyarul, hogy lova hátán akit zugnak nevezett. Tehát emberként szólítja meg. Alig ha véletlen, erre is figyelmeztettek már mások, nem én fedeztem fel, hogy a kakas-lomnici falképen mindkét lónak ember szeme van. Mindezek fényében miért volna meglepő, hogy főhősünk a lovával is vérszerződést köt egy helyen. De, és erre szeretnék figyelmeztetni, a lónak ez a rendkívüli volta, ez nem kizárólag az ő lovára érvényes, az ellenfelének, a túlsó félvilági vitéznek éppen olyan tartós lova van. A képes krónika szövegében mi is áll? Idézem, sem az ő lova, azaz a vászlóé, nem vágtatott gyorsabban, sem amazé, azaz a kuné, nem maradt le egy kicsit sem. Tehát egyformák voltak. A két ló küzdelmével egyébként nem találkozunk a gömöri hősepikában. Jelzik viszont a középkori ábrázolásokon, ugye Szent László legenda jó néhány ábrázolásán látható, megtalálható Sepsikiénben, Bögözön, a magyar hagyományból, mesehagyományból, vagy a tartós hagyományokból a tartós küzdelmet lehet itt párhuzamként felemlíteni, ahol ugye nem feltétlenül állatalak, ló alakjában, de állatalakban küzdenek meg a hősök egymással. A főhős a kardját is az istenektől kapja. A világeleven kardja az égnek a henyén, a holdnak a hátán jelenik meg a főhősünknek. Van, hogy a világpéki által egyetlen búzaszemből dagasztott és sütött cipó. Az égvilág kapornájából megszerzett imádságos könyv 366 napig tartó egyidejű elfogyasztása, illetve elolvasása után, és most idézem, pont mikor a hetedik esztendő 12. óráját mérte be, egy nagyot villámzott, egy nagyot csattan, a cigán gyereknek azonnal zsinyegen, gatya zsinyegen rajta csüngött a kard az oldalán. A karda híveibe piros és zöld langgal játszott, ráírva egész világi elevenkát szegény János. A csattogás, a villámzás, mint mondtam, az az istenek jelenlétének a kifejezése. Mert hogy tőlük kapja. A könyvolvasási cipóövés is egy nagyon sajátságos mozzanat, amivel nem találkozunk a magyar meseanyagban. A párhuzamat most lehetne idézni, de nem teszem időhíján. A Búriátok Irenszei hősénekében tökéletesen megtaláljuk. Tudnélik a könyvből tudja, megszerzi meg a főhős azt a tudást, amire neki szüksége van. És a kard miután ugye a főhősé, megkérdezi annak rendje módja szerint a gazdáját. A mit parancsolsz, kedves gazdám, szegény János? Vagy egy másik helyen a kard azt mondja a gazdájának. Engem a jóisten azért teremtett, hogy én te téged szolgáljalak. Megint egy másik történetben, amikor a világkovácsa elkészíti a főhős számára a kardot, miből készíti? A világ szekere rúdjából. Erről a szekéről azt mondja az előadó, hogy olyan nagy, idézem, hogy ma abban szemvel végig nem lehetett látni. És a világ szépsége, aki rendre segíti ugye a kiválasztottját, a cigányfiút, a félig isteni, félig emberi származású főhőst, kiokítja a kedvesét a következő szavakkal. Ő fohászkodik tőle, hogy ő nem csinálja meg, mármint a világkovácsa a kardot, de te csináltasd meg vele, és felvágod a napnak a hátára, mikor jön ki, mikor jön lefele, mint a repülőgép úgy jön lefele, a kis ujjadat alá tartod, és ha a kard meggörbül, akkor ne vállal, akkor az a kard nem jó. Olyan kardot a széles világon nem tud csinálni senki, mint a világkovácsa. Mondja az előadó, ilyen szép érzékletesen. És amikor minden teljesít a hős, akkor a kard közli vele, most már hűséges gazdád leszek, míg élvést élsz. Nem véletlen a fogalmazás, hűséges gazdád leszek. Nem te leszel az én gazdám, mert nélkülem semmire nem mennél, ahogy a ló is, ló nélkül a hős, semmi. Reménytelen. És most térjünk vissza a főhős tartós mi voltához. Hangsúlyozandó, még egyszer ismételtem, a magyar hagyományban a tartós, mint személy alapvetően csak a hiedelmekből ismert. A meseanyagban ez a kifejezés kizárólag a lóra vonatkozik. Ez a körülmény is történeteink kivételes jellegét igazolja.
Itt a képen hát láttunk egy képet a sok közül, ahol a, ha úgy tetszik, a csillagok közt menő lovakat látjuk. Na és térjünk rá innen ettől a ponttól a legendánkra, és a legendával párhuzamosan kövessük az eseményeket. A Szent László legendaként ismert történetet első ízben ugye a 12. század elején rögzítették írásban, de ez a geszta Ladislai régi elveszett, viszont későbbi krónikásaink feljegyezték, így olvasható a Képes krónikában, Mügen Henrik krónikájában, az orosz évkönyvekben, Bonfininél, Széke Istvánnal és Heltai Gáspár is feljegyzi. Az ábrázolásával találkozunk az Anjou legendáriumban, a Képes krónikában, a Bécsi Egyetemisták évkönyvének, anyakönyvének a címlapján és a Túróci krónika augsburgi kiadásában. A képen ez utóbbit látjuk, tehát a Túróci krónikából. A legenda jelenet sora ott kezdődik, hogy László elindul a küzdelembe. Na most ezt a várat, amelyet látunk, általában váraddal, tehát nagyváraddal szokás azonosítani, mert az egész legendát valahol nagyváradhoz kötötték. Ez azonban sem a szövegben nem fordul elő, sem a szóbeliségből nem ismert. A mi feltárt hősepikánk ebben is különleges, hogy egyetlen hely, amelyben szerepel a bevezető részben a Bő-Magyarországon lévő roppantott város. Ezt a kifejezést használja. Hát, ha úgy tetszik, akkor ez a roppantott város. Persze hozzáteszem, azért 100%-ra nem lehet azt mondani, hogy ez a kép az eleve a pogány hagyományban élő roppantott városnak a képi megjelenítése, vagy pedig a képi megjelenítés ihlette a roppantott város kifejezést. Ez ma már nehezen eldönthető egyértelműen. A két félvilági vitéz küzdelmének a tétje, mint mondtam, az egész világi vitéz címnek a megszerzése, majd ennek folyamányaként a világszépsége kezének az elnyerése. De a párviadalnak, amikor a két félvilági vitéz megküzd, annak a helye is, az ideje is meghatározott. Idézem, minden 12 órakor este megjelennek, de ők egymásról úgy vágják a húst, hogy az ember elképzelni nem tudja. Úgy folyik belőlük a vér, mint a rima dereka, mondja az előadó. A küzdelem soha nem zajlik az egyik félvilági hős, vagy a másik félvilági hős otthonában. Erről szó sincs. Mindig semleges helyen. Ez a semleges hely meg hol másütt, mint mondtam, a világpálya alatt. Az a semleges hely. Nincs tehát abban semmi meglepő, hogy a Szent László legenda képein is a fa alatt zajlanak az események, legalábbis onnan, amikor a két hős ugye birokrata egymással. A Világfaja című történetben a főhős így szól az ellenfeléhez. Idézem. Ide hallgass! Két nagy vitéz a földön nem élhet, és a világ szépségi kettinké nem lehet. Vagy a tiéd, vagy az enyém. Amelyik kettő közül erősebb lesz, azért lesz a világ szépségi. A párviadalnak egy nagyon érdekes történeti adatolása egy 1725. évi debreceni boszorkányper. A következő kérdésre kérik a választ. Ha tátos, micsoda ereje és tisztek van a tátosoknak? És a válasz, idézem, viaskodnak az égnál birodalomért. Szó szerint. Erről szól a történet. A két félvilági vitéznek a kozmikus méretű párviadalát a magyar szóbeli hagyományban sehol másút fel nem lelhető módon és érzékletességgel mutatja be az előadó. A küzdőfelek között, a két hős között nincs harag, nincs gyűlölet. Ők tudatában vannak annak, hogy a sorsuk eleve elrendeltetett. A küzdelem nyitányaként mindkét hős a hangerejével kívánja a saját önbizalmat erősíteni, magának tekintélyt biztosítani, illetve az ellenfelét megrettenteni. Idézem, mikor a hős kirántja a kardja, hozzávágja a csizmája sarkantyújához, az égen szivárvány nőtt. Mikor a nagy sarkany elbődíti magát, a szivárvány az égről elmúlik. Szent László és a kun, mint ahogy a krónika szövegében, ugye a templomi freskókon is, ellátni fogjuk, előbb lovon küzd egymással, majd miután László felhívására a lány lerántja a kunt a nyerekből, birkózással folytatódik a párviadal. Nézzük a következő képet. Itt láthatjuk a Szent Lászlót és a kunt gelencén, ahogy lovon egymással küzdenek. A küzdelem leírásából kitűnik, hogy a két félvilági vitéz
egyforma erőbe, egyforma tudományba van. Ezt az előadó fogalmazza. Önerejéből egyik sem képes legyőzni a másikat. A falképeken azt látjuk, hogy László Lándzsája keresztül hatol a Kun testén, ám a következő jelenetben az érintett, majd látni fogjuk, úgy birkózik, mintha mi sem történt volna. A Kun nyilzápora sem sebzi meg a királyt, a nyilvesszők lepattognak róla. Csak én teszem most fel a költői kérdést, nem is egész költői. Ha László sebezhetetlen, ahogy ezt szokás mondani, akkor hogyan kaphatott a csatában, mint a krónikában olvasható több sebet is? Nem arról van egy szó inkább, hogy a képi ábrázolás nem a sebezhetetlenségüket kívánja bemutatni, hanem a két hős egyforma erejét, legyőzhetetlen voltál, csak ezt más módon nem tudta bemutatni, ábrázolni. Menjünk a következő képre. A sebezhetetlenség vagy egyforma erő képi megjelenítésével a Szent László legendában mindig a lovon vívott küzdelemben találkozunk. A keleti előzményeken, amit a képen látunk, egy pendzsikenti falképen és a Bolsája Anyikovszkájában talált tálon, mindkettő a szogd, tehát iráni hagyományból származik, a lábon folytatott párgyadalhoz kapcsolódik a küzdelem, a sérthetetlenség. Mindkét esetben azt látjuk, hogy a két azonos viseletű hős, egyikének kopjája vagy lándzsája, a másiknak íja van. És ahogy a nyilvesszők lepattognak az egyikről, épp oly hatástalan a másiknak a kopjája. Tehát itt vannak az előzményei a Szent László legendában látható küzdelemnek. Menjünk tovább egyen. A küzdelem. Immár a lábon folyó küzdelem. Szőlőszült Kálmány és a világ dumós hátú vitéz, tehát az innenső és a túlsó félvilágvitéz párviadalát így mutatja be az előadó. Idézem. Hét éjszaka, hét nap együbe kapackodtak ma ők. Örre. Vaggostak egymást a főgyomrába. Kibokáig, ki a térgyén bejjel. Akkor szőlőszült Kálmány levágta a dumós vitéz nyakig. Akkor ő megkapta Kálmán zunyakig. Belevaggostak egymást hegyeket, völgyeket, együbe turkáltak. Egyről se egy gomb, a másikról se egy gomb. Idézet vége. Miféle gomb? Mit értsük itt a gomb alatt? Én úgy gondolom, eredetileg arra gondoltam, hogy talán az övön lévő pityékre, veretekre vonatkozhat a gomb kifejezés, de valószínűleg látom most már, hogy a bőrpáncél bizonyos formájának az emléke élhet ebben a kifejezésben. Megint lépünk egyet, és íme itt van a két hős, miután ma keresztül szurkálták egymást, meg lenyilaszták egymást, akik vannak és küzdenek. Nyilvánvaló, hogy a két egyforma erejű, illetve sérthetetlen félvilági vitéz küzdelmét csak egy külső beavatkozás döntheti el. Hallgassuk meg az idézetet, az előadótól. Míg a világ a világ, ők verekedhetnek együtt, ma biztos, mert a félvilágnak a tudománya benne van ő benne is, még a fiamba is. Ők míg a világ együtt mindig verekedhetnek, egymásból úgy bonthatja ki a vért, mint a patak, de itt halott nem lesz. Itt más megoldás kell. Ezeket a szavakat a túlsó félvilági vitéz anyja, az alvilág boszorkánya mondja. És ő mondja a megoldást is. Idézem, világ szépsége, majd akit ő kiválaszt, azért lesz. És ez a döntő mozzana. A leányjal épp úgy találkozunk a hősi epikában, világ szépsége néven, mint a László legendában. De az egyik helyen a hős epikában világ szépsége, a László legendában egy elrablott lányként jelenik meg. És most egy idézet következik László Gyulától. Bizonytalansággal küzdködtünk, mikor a kozmikus párviadalnak és a leány alakjának összekapcsolódásához értünk. Hát László Gyula bizonytalanságának az két oka volt, az egyik az ellentmondásos krónika szöveg, ami valóban ellentmondásos, a másik pedig, hogy a birkózás keleti párhuzamaiban nem szerepel a leány. Tehát egyszerűen nem tudok mit kezdeni ezzel a lány megjelenésével. De lássunk egy példát, hogy a mi előadónk hogy adja elő a lány beavatkozását. Küzd a két vitéz, közben elfáradnak, szünetet tartanak és beszélgetnek barátságosan. Ahogy az előadó fogalmaz, perdolnak egymással. Ahogy ők perdolnak, egy madár megjelent a fán. Ide hallgassatok két világi vitéz. Legyetek olyan szívesek, hadd köszöntselek én fel benneteket. Mikor csak jánynak változik, világ szépségi szalad arany főgyigérő pongyolába, nap és hold a homlokába, két csillag a vállába,
mikor nevetett, aranytubarózsák hullottak a szájából. Egyik kezébe is bor, a másikba is bor. Egyik kezébe piros rózsa, másikba fekete rózsa. Griffmadár vitéznek odaadja a fekete rózsát, egy kancsóbort, szegény Jánosnak, tehát a választottjának, piros rózsát és egy kancsóbort. Azt mondja a világ Griffmadár vitéz. Hallod, hallod, világ szépségi. Ha mit jelent ez? Szegény Jánosnak adod a piros rózsát? Nekem meg adod a feketét? Ide hallgass, világ Griffmadár vitéz. Ketten tík engem nem vehettek el. Én szegény János szeretem, és én az övé leszek. A tiéd akkor se leszek, ha mindig világpályaként fogom szökni a világot egész világ életembe. Akkor igaz-e, folytatja az előadó, világi Griffmadár vitéznek elpirult az arca nagy idegességbe, azt világ szépségi felé vágott a kardjával, belevágott a lába nyomába. A jány elordította magát, hogy most vágjat szegény János. És szegény János abban a minutában kirántotta a kardját, olyant vágott a szívi közepébe, hogy világi Griffmadár vitéz egyszerre térdre roppant. Kegyelem előtte, világ szegény János. Tégyre esett a vitéz. Orrán száján bujogott a vér. Hűséges szolgálat leszek, míg élvést éle. Hagyd meg az életemet. Én szépen. Ebből az idézetből az derül ki, hogy a küzdőknek átadott borral, amelyhez jelképesen rózsa társult, a lány gyengítette, illetve erősítette a küzdő hősök egyikét és másikat. És még valami tehető ehhez hozzá. Alföldi András, a kiváló régészünk volt az, aki bemutatta az úgynevezett serlekkínálás megtalálható a mongol és más népek, szkíta, hunok, türkök hagyományában is. És dolgozatát azzal a megállapítással zárta, hogy a serlekkínálás az egész steppevilág egy sajátos tiszteletadási formája. Nos, ezzel egyrészt a tiszteletadással, másrészt meg az erősítéssel, a gyengítéssel találkozunk a jelenetben. A kozmikus párviadal kimenetelének egy harmadik személy általi eldöntése nem ismeretlen a magyar hagyományból se, itt megint a tartós küzdelmekre utalni. A serlekkínálás jelenete viszont nem szerepel a Szent László legendában, sem a leírásban, sem az ábrázolásban. A bor, illetve rózsa agyújtása helyett azt látjuk, hogy a leány elvágja a kón horgasinát. Tartalmilag ez ugyanazt fejezi ki, ami jobban illeszkedett az eredeti, a pogány mítoszt a leány rablásként bemutató történetbe. Itt látjuk ugye a jelenetet. A horgasin átvágása egyúttal azt is sejteti, hogy ismert volt előttük az állatalakban való küzdelem. A két hősnek állatalakban való küzdelme. Tudnék, az állatokat volt szokás ilyen módon a horgasina elvágásával tehetetlenné tenni. Megint ugrunk egyet, és látunk egy képet a Kakaslovnisztról, a szepességből, ahol a lány a már megsebesített kunnak levágja a fejét. A lefejezés mozzanata a hősepikából hiányzik. Ott ezzel nem találkozunk. A belső ázsiai hősepikában gyakran előfordul, hogy a főhős megkegyelmez az ellenfelének, sőt legtöbbször ez jellemző, megkegyelmez az ellenfelének, vagy szolgaságba veti, vagy barátjával fogadja. Akkor a Szent László legendában miért találkozunk ezzel a rendkívül brutális jelenettel? Nyilvánvaló, azért, mert a pogány epikát átértelmezte a keresztény felfogás, egy leányrablási történetet kreált belőle, a leányrabló büntetése pedig az adott korban halál volt. És hogy miért, ha halál, akkor miért nem László vágja el a kunnak a nyakát? Nyilván azért, mert a 14. században, amikor ezek a falképek készültek, a Szent Király eszmeiségétől hát meglehetősen távol áll egy ilyen brutális jelenet, tehát a lányra testáltak ennek a végrehajtása. Menjünk tovább. Ezen a képen ezt azért mutatom be, hogy lássuk, hogy mennyi változat, mennyi apró érdekes részlet van a képeken is, egyedi vonás, ami a hősepikában is megvan. A szepességi vitfalván azt látjuk itt, hogy a lefejezett kunnak a testét kutyák meg hollók tépik. Kész éppen a mi hősepikánkban a következő kifejezés fordul elő. Kutya holló hordja a szemed. Nyilvánvaló, hogy ennek a kifejezésnek a képi megjelenítése látható. Menjünk megint egyet tovább. A pihenés jelenete. A hős, az immár győztes hős, ugye pihen a feje a lány ölébe, aki kedveskedve turkál a hajában.
van ennek a jelenetnek így egy párhuzama, sokat idézett párhuzama, egy szkíta aranyveret a Krisztus előtti 4.-3. századból, amit valahol ott az uraltól keletre találtak, biztos, hogy iráni készítmény, szkíta készítmény, csak hát véletlen lelet, tehát nem lett, a pontos lelet körülményeit nem is tudjuk. Miért érdekes ez? Azért, mert ezt a jelenetet általában a fára akasztott, itt is látjuk az előző képen, a fára fel van akasztva, itt már nem a fegyvere, hanem a kesztyűje, meg mély a lászlói, de eredetileg a fegyverek voltak felaggatva. Tehát a fára akasztott felszerelés okán általában szerelmi jelenetként szokás értelmezni. Csak hogy itt van egy kis gond. Tudnélik, a két érintett alaknak az együttes pozitúrája ezen a képen, hát nem kifejezetten nászra utal. Másrészt, ellene szól az is, hogy a párhuzamként szolgáló szkíta aranylemezen, amit látunk, két férfiú van jelen. Ha ez egy fölötté intim jelenet, amit keresott egy másik férfi. Manapság igen, de akkor tajtad, hogy kevésbé volt jellemző. Osztom hőse pikant néhány kiváló kutatójának, az erdélyi Demény István pálnak azt a felfogását, hogy itt hősi álomról van szó. A főhős pozitúrája, tehát ugye jobb karja, a feje alá teszi, nyilvánvalóan utal az alvásra. A gömöri hőse pikában ennek a jelenetnek az ábrázolásával nem találkozunk, ám szöveg összefüggésekből egyértelmű, hogy a nagy tettek után a főhőse rendre alszik, méghozzá nem szunyókkal, hanem 7 nap, 7 éjszaka, 7-szer pillantásig alszik. Hát a főhős az ellenfelének a legyőzése, az nem egy akármilyen alkalmi teljesítmény, tehát jogos, hogy kiár neki a hősi álom. No most akkor a fára akasztott fegyvernek a szerelmi jelképként való ábrázolásáról már Demény István pál se volt meggyőződve, hiszen nem kapcsolható a hősi álomhoz. Tanácstalanságát már jelzi a megfogalmazás, idézem. Mindazonáltal valószínűnek tartom, hogy a fa, amelynek algai fegyverek függenek, egy ritka hősi epikai motívum pontosabban kellé. Ennek alkalmattán jó lenne utána nézni, mondja Demény István fa. No hát akkor nézzünk utána. És a helyzet az, hogy az Irenszély című hőseposztban Gülgemely vitéz így szól a főhőshöz. Idézem. Palotánknak palánkjain 27 lónak a feje. 27 vitéz szegeze, felakasztva, felfüggesztve, ferdén, tarókra van tűzve. Idézet véget. A kiaggatott lófejek és a tegezek ugyanazt a tartalmat fejezik ki a hősénekben, mint a 99 koponyából álló kunyhó a gömöri hősepitalban. Azokra emlékeztet, akiknek a világjárása az adott helyen kényszerű véget ér. Ennek fényében értelmezhető a mi ábrázolásunk is, tehát nem szerelmi jelenet, nem a kollégiumi szobat, ajtajára kitett kilincs erről van itt szó, hanem arról, hogy a legyőzött ellenfélnek a feje vagy a fegyvere van feltéve. Erre most megkérdezhetnék, hogy na de hát nem a kunnak a tegeze van a László legendán látható fán, hát persze, hogy nem. De nem is a hősepikát ábrázolja a László legendán, hanem egy leányrablási története. Keresztény átértelmezésben. Ott tehát hiába keresünk a kunnak a tegezét, mert a kun már nincs. A szkíta aranyveretekkel látható jelenet több, mint kifejező. Rajtuk a két félvilági vitéz párviadalat követő helyzet látható. A két férfi alak ábrázolásuk alapján, ha jól megtetszenek nézni, egyenrangú volt, ugyanolyanok, ám a vesztes ülve, a lovak kantárját fogva, azaz szolgaként ábrázolja, míg a hősi álomban győztesnek a fejét a lány az ölébe veszi, és a hajában turkálva kedveskedik neki. A győztes immáron nem csak méltó, de jogosult is az egész világi vitéz címre és a világ szépsége kezére. Egy mozzanat van, ahol a Szent László legenda és a mi hősepikán között differencia van. A Szent László legendát ábrázoló falképeken hiányzik a másik férfi alak, akit itt látunk. A főhős legyőzött riválisa. Hát hogy ne hiányozna? Őt már a pogány hősepikai történet átértelmezésekor, mint leányrablót lenyakaszták, hát neki már nincs mit keresni itt ezen a jeleneten. Kérem szépen, én most itt egy pillanat fölteszek egy kérdést, mert nem akarok visszaélni a türelemben. Én elkészítettem a folytatást, amelyben azt próbálom igazolni, ettől még meredekebb dolgokat, hogy
a László a magyar hősepikának nem csak ez a keresztényesített változata maradt meg a Szent László legenda formájában, és nem csak a mi szóbeli történetünk, hanem megvan ennek a pogány hősepikának a pogány ábrázolása is. Mondhatom? Kérd szépen! A Nagy Szent Miklósi kincs kettes számú korsója tessenek nézni. Ezen átugrunk. Itt vagyunk. A korsón ugye négy jelenet látható. Ez az utolsó jelenet, amit most látunk. Itt van a négy jelenet. László Gyula ezt részletesen tárgyalja, monográfiát írt róla. A győztes fejedelem, az állatküzdelem, a vadászó fejedelem és az égbelagadás jelenete. Ezek közül voltak éppen egyik jelenetet sem sikerült tökéletesen megmagyarázni. A négynek, mint együttesnek, a négy ábrázolás együttesének, az együttes összefüggő magyarázatával pedig soha senki meg se próbálkozott. Ettől nem tudtak vele mit kezdeni. Amit ebből többé-kevésbé, amiben megegyezett a kutatás, az az égbelagadási jelenet, tehát az a jelenet, ahol egy sasmadár a mesztelen nőt tartja a kezében, mert azt úgy értelmezték, hogy ez a turulmadárnak és az emese nászának az ábrázolása. Már ez se érvényes, hisz közben kiderült, hogy emese egy rossz olvasat, emese nincs, el kell felejteni. A legendából pedig, ahol leírja, hogy a turulmadár hogy ejtette teherbe, ott leírja, hogy az adott állapotban lévő nőt. Hát ilyen csodát én még nem láttam, hogy egy adott állapotban lévő nőt valaki teherbe isen. Szóval ilyen nincs a világon. Nyilvánvaló, hogy itt egy valami, bocsánat a kifejezésében, valami zagyvasat történt, nem tudtak vele mit kezdeni, hát valamit mondtam. De valójában nem erről szól a történet. László Gyula azt írta, hogy ez a négy jelenet egy hosszabb jelenet sorból szakadt ki. Valamilyen elveszett mítosz, az egykoriak számára nyilván jól érthető jelenete maradt meg a korongokba zártan. És megállapítja, hogy a sorrendjét egyetlen kutató sem tudta előzményekhez kapcsolni, vagy éppenséggel más mítoszból megmagyarázni. És a legfontosabb a tőle vett idézetek közül az, amit most olvasok. Hiába tudunk meg a kettes számú korsó négy korongjába zárt képekről külön-külön egy csomó érdekes dolgot, voltak éppen csak akkor tudjuk majd megmagyarázni, ha egyszer valahol rábukkanunk arra a mítoszra, amelynek jeleneteit megelevenítik a korongok domborművei. Jelentem, rábukkantunk. És most kifejtem, hogy miért. Gondolom ezt. Én magam az égberagadás, úgynevezett égberagadás jelenetét tekintem a kezdő ábrázolásnak. De a felfogásom szerint azonban itt nem égberagadásról, vagy onnan való leeresztésről van szó, hanem a magyar hősepikában szereplő, már említett, a steppei népek főistenével, tengrivel azonosítható, atyám teremtő jóisten, illetve az általa teremtett világ szépsége ábrázolásáról. Nagyon fontos ezt hozzátennem, hogy a mi hősepikai történeteinkben az istenalakok rendre madaralakot öltenek. Tehát az, hogy itt madár van, az